A lézerek működése. Elemi folyamatok. Mindenki találkozott már lézerfénnyel előadásokon, show műsorokban. A lézerek nem csak látványosak, színesek, de komoly alkalmazásaik vannak például a gépgyártásban, orvoslásban, informatikában. Lássuk, milyen fizikai folyamatok állnak a lézer működése mögött. Tanultuk, hogy az anyag képes a fotonokat elnyelni és kibocsátani. Az energia megmaradás törvénye miatt ez csak úgy lehetséges, ha közben az anyag energiája is megváltozik. Elnyelődéskor nő, kibocsátáskor csökken. Az egyik folyamat a fényelnyelődés, az abszorpció, mely során egy eredetileg alacsony energiájú atom elnyel egy megfelelő energiájú fotont, így a fotonszám csökken, az atom pedig magas energiájú állapotba ugrik, azaz gerjesztődik. A másik alapjelenség a fénykibocsátás, más néven emisszió, mely során egy magas energiájú kiinduló állapotból az atom alapállapotba kerül vissza, kisugározva egy fotont. Mivel ehhez nem szükséges bejövő foton, hanem az atom magától végrehajtja, ez szokás spontán emissziónak is nevezni. Sokáig azt gondolták a kutatók, hogy ezekkel kimerítettük a lehetőségeket. Ám Albert Einstein 1916-ban rájött, hogy léteznie kell egy harmadik lehetőségnek is. Ennek során a gerjesztett atom nem magától adja le energiáját, hanem azért, mert erre kényszerítik a már jelenlévő fotonok. A folyamat az indukált emisszió. Mi a lényegi különbség az indukált és a spontán emisszió közt? Einstein később kísérletileg is igazolt felvetése szerint az indukált emisszió gyorsabban zajlik le, és az egyik bejövő fotonnak tökéletes másolata lesz az újonnan keletkező foton. A lézerek fénye attól különleges, hogy fotonjaik többsége indukált emisszióval keletkezik. A keletkező fotonok egymás másolatai, így különlegesen egyszínű, párhuzamos és azonos fázisú hullámokból álló fény jön létre.